utolsó helyén. Mostani vendégük pedig piros-feketében a Milán volt. Ravelli védte Locatelli lövését. Tehát ebből is látszik, hogy az olaszok kezdtek jobban ezen a találkozón is. A vezetést a libériai Vea szerezte meg az 52. percben. Itt már Ravelli nem tudott segíteni. Nagyon okos gurítás volt Veától. Támadásban maradt a Milán. Ügyes adogatás. Simone, akit a védők nem tudnak megállítani. Ravelli azonban igen. Másodszor is. Úgy tűnt tehát, hogy ezt a mérkőzést is simán hozza a Milán. Az utolsó negyed órában azonban alaposan fordult a kocka. Egy hiba, Blomqvist, őt is ugye jól ismerjük, tudjuk, hogy kiválóan cselez. Ezt most Maldini is megtanulta. Jó beadás, Wallstedt egyenlít. Élednek a svéd remények. Teljesen a kapuja elé szorul az olasz bajnok. Belül az utolsó 10 percen. Mindent megpróbál a Göteborg, és nem áll nagyon magabiztosan a lábán a Milán. Alexanderson a 84. percben a leshatáról indul, és megszerzi a győzelmet jelentő gólt. A harmadik játéknapon a Göteborg megszerezte első győzelmét, a Milán pedig elszenvedte második vereségét. A D csoportban